Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 28-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel, az indiai asztrológia és a mi asztrológiánk szerint. Mindkettőt mutatom. Az indiai asztrológiában a nap még mindig a kos jegyében áll, és ez a tűz elemét mutatja. Számunkra azt jelenti, hogy lelkesedjünk valamiért, legyünk aktívak és bátrak. De előfordulhat az is, hogy történik valami az életünkben, ami dühöt vált ki belőlünk. A mi asztrológiánk szerint a nap átkelt már a bika jegyében. Ez inkább a kényelmet, a nyugalmat közli. Persze azt is, hogy nézzük át most az anyagiakat, és mindazt, amit tulajdonba szeretnénk venni. Ami mindkettő asztrológiánál van, hogy Merkur bolygó egy kellemetlen kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval. Ez lehet egy rossz hír, mutat korlátozásokra. Azt is kiválhatja belőlünk, hogy szeretnénk valamit kimondani, a véleményünket, de korlátozva érezzük magunkat. Viszont van egy kellemes hír is, a mi asztrológiánk szerint a Hold és Merkur egy szextil kapcsolatban áll, ami kedvező. Lehet, hogy ez összefügg azzal a helyzettel, amit én most elmondtam, és van egy kiút ezekből a korlátozásokból, vagy lehet, hogy itt két különböző hírről van szó. Egy jó hír és egy rossz hír. Viszont figyelembe kell ezt venni, mert a mai nap és holnap is kedvezőtlen arra, hogy egy szerződést aláírjunk. Merkur és Szaturnusz kvadrát. Ez pont ezt jelenti. Mert ezek a szerződések korlátokat jelentenek, amiből később nehéz kilépni. Ami viszont jó, és ez szép és kellemes, hogy Vénusz bolygó és Mars bolygó között van egy úgynevezett trigón kapcsolat. Ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Vénusz bolygó eléri a maximális kisugárzását, és ez segít a párkapcsolatban, de azt is jelenti, hogy mi hölgyek most kisugárzunk valamit. És a férfiak ezt érzik is. Az indiai számítás szerint ma van egy hold Uranus fél szextil, ami a közelből jön és jelent változásokat. Ez a közelség, ez a változás lehet egy kapcsolat az édesanyákkal, mert a hold jelenti az édesanyát is, viszont kihat az érzelmeinkre. Tehát lehet egy más, kellemes kapcsolat a közelből, ami szép és megnyugtató. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik. A mai nap az ötödik tithiben található, és jelenti a tetteket, a művészi hajlamot. Itt egy alkotásról lesz szó. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holtházak. A holt ma az Artvra holtházban található.
lefordítva folyadékot jelent. Folyékonyan történnek, folyékonyan folynak az események. És most az elemekről. Az indiai számítás szerint a nap és Merkur bolygó a tűz elemében van. Ez mutatja, hogy kell, hogy tevékenyek legyünk, aktívak, és mutassunk lelkesedést. A Föld elemében található Mars, Vénusz, Jupiter és Szaturnusz bolygó. Mars és Vénusz a párkapcsolatra utal. A Föld eleménél ez mutatja a reális dolgokat. Jupiter bolygó segít ebben, Szaturnusz néha korlátokat okoz, de ez nem mindig így van, mert Szaturnusz szeretné, ha kialakulna valami, a biztonság érzete, és segít abban, hogy sorsdöntő változások legyenek. Itt a Föld eleménél ez mutatja a reális dolgokat, tehát a tetteket. A levegő elemében van a Hold és a mi Földünk, ami mutatja, hogy mi az, amit mi szeretnénk, és ez a levegő mutatja a könnyűségeket, azt is, hogy mi mindazt, ami bennünket nyomasztott, hátrahagytuk, és végre fellélegezhetünk. A Hold közli velünk, mennyire fontos ez most az érzelmeinkre. A víz elemében nincs bolygó, viszont kell, hogy éljük a víz elemét is, de tudatosan kapcsolódjunk be ehhez az elemhez, ez mutatja az álmainkat, a reményeinket és az intuíciót. Azon kívül az érzelmeket. A mi asztrológiánk szerint a tűz elemében nincs bolygó, és ez hiányzik. Hiányzik a lelkesedés és a bátorság. Hiányoznak a tettek. A Föld elemében van a Nap, Merkur bolygó és Jupiter bolygó. Ez fontos, hogy oda nézzünk, valamit rendbe tegyünk. A Föld eleménél gyakran az anyagiakról van szó. A levegő elemében található Mars bolygó és Vénusz, azon kívül Szaturnusz bolygó. Itt megvan a könnyűség, és ezt érezzük a párkapcsolat területén. És a víz elemében található a mi Földünk és a Hold, és ez mutatja, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk a belső hangunkra, az álmainkra, a vágyainkra. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!